csaknem 500 művész és táncos lépett fel a budapesti székhelyű etióp étteremben, a Lalibellában. A Lalibella etióp étteremben vagyunk. Balogh Cecília 16. alkalommal tart egy jótékonysági gálát, havi rendszerességgel a bamakói fogyatékos gyerekek megsegítésére. Az esten általában hastáncosok lépnek fel, de most már énekesek, gyerekhastáncosok is szerepelnek. A szereplők köre folyamatosan bővül, és az érdeklődők száma is. Én azt hiszem, hogy most 100 körül van a nézők száma. Még ilyen sok soha nem volt. Bővül a fellépők száma is, és az érdeklődők is egyre többen vannak. A táncosok arról beszéltek stábunknak, hogy szívesen jönnek fellépni egy-egy jótékonysági gálán. Tőlem egy utcai sábit láthattatok, ami az araboknál egy utcai hastáncnak felel meg. Ez mindig egy nagyon vidám számot takar, és az onnan ered, hogy az arabok jellemzően sokkal lazábbak, és nem csak a táncos nők állnak föl a kedvenc számukra csak úgy táncikálni, hanem az utca népe, aki mondjuk soha nem tanult táncolni, ő is sokkal lazábban áll föl, míg hogyha nálunk megszólal a magyar népzene, szerintem aki nem magyar néptáncos, az annyira nem mer, kicsit gátlásosabb így felállni. Táncolni az araboknál ez teljesen máshogy van. Ebből az utcai sábiból is ez egy modernebb verzió volt, azért van rajtam farmer, és azért van rajtam teljesen utcai ruha. Mi rendszeresen eljárunk ide a Balogh Cecília által szervezett rendezvényekre, és rendszeresen fellépünk. Egyrészt azért, mert jótékonykodni jó, de ez így elcsépelten hangzik. Itt azért jó lenni, mert tudjuk, hogy a Cili tényleg olyanoknak adja, és tényleg olyan célra megy, hogy biztosan oda kerül, ahol jó helyen van, nem pedig majd így valahol eltűnik az éterben, és vagy segítünk, vagy nem. A bevételt a Magyar Afrika Társaság viszi majd el a rászorulók részére. A művészek azt ígérik, hogy a következő hónapokban is rendeznek még hasonló karitatív hastáncgálát azért, hogy segíthessenek a rászoruló afrikai gyerekeken. Esemény.